Köszöntöm Önöket, ez itt a Sziasztok plusz a Nyíregyházi Televízióban. Maradjanak velünk, hiszen rövidesen majd a Vikás Andor zeneiskoláról beszélgetünk, aztán ellátogatunk a pásztor ünnepre, melyet a Múzeumfaluban tartottak. Vendégünk lesz egy testépítő, aki megnyerte a Naturál Testépítő versenyt, amit Nyíregyházán rendeztek, illetve egy kerékpáros eseményen is ott jártunk. Mindenek előtt azonban a Vikás Sándor zeneiskolával foglalkozunk, mi pedig Tamás Attila igazgató a vendégünk, akit szeretettel köszöntünk, és hát szívből gratulálunk, ugye a települési értéktárba bekerült a zeneiskola, nem most, még 2020-ban, ugye a pandémia idején, de most volt egy értékes esték beszélgetés hétfőn. Mi ilyen volt ez az este, hogy sikerült? Igen, hát nekünk nagy büszkeség, hogy a Települési Értéktárba a Vikás Sándor Zeneiskola dolgozóinak és tanulóinak a munkássága bekerült. Maga ez a bekerülés, ez egy ajánlás alapján lehet. Szabó Tünde Júlia igazgatóhelyettes volt, aki magát az ajánlást megírta még 2020. januárjában. Aztán a bizottsági ülésen nem is sokat gondolkodtak, hál' Istennek, hiszen márciusban kaptuk a jó hírt, hogy bekerültünk és elfogadták ezt a javaslatot. És akkor már Tomaszowski Anita, az értéktár bizottság elnöke szólt, hogy lesz egy bemutatkozó est, ahol ezt az értéket magát azért a nagy közönség számára kifejezetten be kell mutatnunk. Csak hát jött a pandémia, és ezért ezre nem volt lehetőségünk. Aztán 2022-ben eljött a Városnap, ahol a polgármester úrtól át is vehettük ezt az oklevelet, és hát a mostani október 16-án volt maga az a hangverseny, amelyen bemutattuk az iskolának úgymond az értékeit, vagy a működésének a kis szeleteit. Picit ilyenkor ti is átértékelitek az elmúlt éveket, évtizedeket, amikor így átgondoljátok, hogy mi minden történt veletek? Hát igen, az nagyon fontos dolog, hogy kikerül be az értéktárba. Azok, akikre büszkék, azok, akik olyan értéket képviselnek, ami mindenképpen számottevő egy település, vagy egy kisebb-nagyobb közösség számára. És hogyha más úgy ítéli meg, hogy a mi munkásságunk egy érték, akkor arra mi nagyon büszkék vagyunk, és örömmel fogadtuk magát ezt az elismerést, mert igenis elismerés, így úgy gondolom, hogy nem csak nekem, vagy mint intézmény, hanem mindenki, aki abban az iskolában dolgozik, vagy oda jár tanuló, ezt mindenki magánénak érezheti. Hát azt gondolom, hogy óriási büszkeség lehet már az is, hogy nagyon sok növendéketek folytatta a zenei pályát, akár Budapesten, akár más egyetemeken, külföldön, Bécstől kezdve akár Amerikáig mondhatunk olyan helyszíneket, ahol tanulnak növendékeitek, de talán még jobb érzés az, amikor visszakerülnek ezek a növendékek hozzátok. Most is vannak ilyen oktatóitok? Hogyne? Hát ha összeszámolnánk, pár pontos számot most nem tudok mondani, de biztos, hogy 300 fölött van azoknak a tanulóknak a száma, akik kifejezetten professzionális zenei képzésben vettek részt, vagy valamilyen előadó művészként, vagy pedig tanárként. És hát az, hogy a mostani oktatói nevelői gárdából több mint 20-an tanítanak olyanok, akik ebbe az iskolába jártak, az szerintem egy nagyon jó dolog, hiszen ez azt jelenti, hogy ők szerették ezt az intézményt, és a szívükhez nőtt gyökereket eresztettek, és úgy érzik jól magukat, hogyha mint munkás ember úgymond a munkájukat is itt tudják végezni. Én úgy gondolom, hogy egy rang az, hogy a Vikás Sándor Zeneiskolába tanulni, vagy dolgozni, ami oda-vissza felemeli magát a közösséget. A mai világban sokat beszélünk arról, hogy mennyire leterheltek a gyerekek, és hogy mennyire nem jut idejük másra. Nálatok viszont örvendetesen nő a létszám. Tehát kvázi iskola után, tanítás után még úgy döntenek a gyerekek, vagy a szülők, vagy együtt, hogy még zeneiskola következik, és hát ott is maradnak ebben a zeneiskolában, tehát egy plusz élményt jelent számukra. Maradt ez a tendencia? Tehát nőtt a létszám most is? Hát azt tudjuk mondani, hogy a növendéklétszám folyamatosan nő. A pandémiánál egy kicsit azért megijedtünk, hogy mi lesz azután, hogy mennyire fognak jönni megint egy jelenléti oktatásba. És már akkor a pandémia éve után is egy 100 fős létszám növekedésünk volt. És hát ez egy fantasztikus dolog, hiszen ebbe a 2023-as szeptemberében túlnőttünk az 1000 fős létszámon. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez magában egy elismerés az iskolának, és egy rang, hogy ilyen nagy létszámban vagyunk. Természetesen ehhez mindenképpen szükség van a tankerületi központnak a támogatására, mint aki a fenntartunk, és az ő hozzájárulásukkal telephelyet is tudtunk nyitni, úgyhogy a nyírpozonyi Széni Károly angol-magyar két tannyelvű iskolába, mint telephely működünk, onnan már nem kell azoknak a gyerekeknek bejárni a székhelyi intézményben, akik zenét szeretnének tanulni. Hát majd meglátjuk, hogy hova tudunk még fejlődni, mert azt hiszem, hogy ez az 1000 fölötti létszám már egy nagyon feszített munkatempót kíván mindenkitől, ennyi sok gyerekre egyszerre figyelni, ennyire sok rendezvényt
rendezvényen részt venni, de hát a kihívás az csak erősíti az embert, és úgy gondolom, hogy ha csak növünk, az mindenkinek jó. És ha már említetted a rendezvényeket, azért számos rendezvénye is van az iskolának. Itt beszélhetünk akár versenyekről is, ahol nagyszerűen szerepelnek a növendékek. Azért az egy külön élmény, amikor hazai környezetben rendezhettek akár egy zongora versenyt. Hát az, hogy 1977 óta rendezzük az országos zongora versenyt, ami az ország legnagyobb zongora versenyének tekintendő, az egy fantasztikus dolog. És az, hogy ezt meg is tudjuk tartani ennyi évtizeden keresztül is, nem máshol viszik, hanem inkább ide jönnek hozzánk tanulni szervezésileg, vagy hogy kell egy ilyen versenyt professzionálisan lebonyolítani. Tehát a nagy versenyeken kívül azért minden évben vannak házi versenyeink, vannak megyei, vagy vármegyei regionális versenyeink. Tehetségpont vagyunk, kiválóra akreditált tehetség, pont, aminek pont a megújítása ebben az évben lesz, és hát itt a tehetséggondozásra nagyon nagy hangsúly fektetődik, úgyhogy itt a pályaorientációtól kezdve a külön tanszakoknak a továbbképzéseig, ez minden évben egy nagyon fontos feladatunk, és ebben az évben is számtalan ilyen továbbképzésünk lesz, ami a gyerekeknek a tehetséggondozását szolgálja. Tanszakok tekintetében továbbra is mondjuk a zongora a legnépszerűbb? Igen, mindig a billentyűs hangszerek és a zongora a legnépszerűbb. Ez most is így van, azért a legtradicionálisabbnak az számítható, de hát minden tanszakon növekedés van, úgyhogy nincs is olyan hangszerünk, ahol nem azt tudnánk kimutatni, hogy egyre nő a tanulói létszám. Olvastam egy tanulmányt, hogy a gyerekekre milyen jó hatással van a zene, hogy az élet minden területén, akár tanulás területén is milyen jól produkálnak. Például valóban a matematikát segíti az, hogy tudnak ott átolvasni, hogy a zenének van egy ritmusa, hogy ezt elsajátítják? Tehát ez jól jön például egy matek tanulásnál is? Szerintem az élet minden területén jól jön, mivel a logikai gondolkodást, az összefüggéseket, tehát ami nagyon fontos az, hogy az érzelmi világát egy gyermeknek azért mennyire szebbé tudja tenni az, hogyha zenél, és nem csak mondjuk egy számítógép előtt ül. De én azt hiszem, hogy azok a gyerekek, akik hozzánk beiratkoznak, és oda járnak, azok meg is tapasztalják azt, hogy milyen jó dolog az, hogy egy hangszeren játszani, vagy fellépni egy színpadon. Uh-huh. Azért előadó művészként megmondom őszintén, hogy nagy örömet szerez, amikor tapsolnak a közönség. Na de amit ott bent átél egy előadó, azért az egy belső, nagyon gyönyörű érzés. És ha ezt a gyerekek meg tudják tapasztalni, és a színpadon ki tudnak teljesíteni, én úgy gondolom, hogy sokkal többet tudunk hozzájuk adni a mindennapjaikhoz. Meg hát azt gondolom, mai világban különösen fontos, hogy mondjuk közönség előtt előfordulhat, hogy előadást kell tartania, akár egy céges eseményen, vagy bárhol, és hát azt tapasztaljuk, hogy azért sok esetben inkább az írásbeli számon kérés a gyakori most már az iskolákban, a szóbeli kevésbé, itt viszont valóban akkor ki kell állni a közönség előtt elé, ez egy plusz stresszel is jár, de hát ezt megtanulja, és akkor megtanulja kezelni is, hogy ezt hogy kell. Igen, én úgy gondolom, hogy bátrabbak is azok a gyerekek, akik már kimernek állni egy színpadra. Vagy aki nem olyan bátor, akkor azért a kollégák direkt felkészítik őket még egy hangverseny előtt, hogy megyünk fel a színpadra, hogyan kell meghajolni, hogy ne izguljanak esetleg adott szituációban. Úgyhogy ez a személyiségfejlődésre is szerintem egy nagyon pozitív hatással van. Nagyon sok helyen lehet azért veletek találkozni, előadásokon is, nem csak a szülők mehetnek el mondjuk egy-egy gyereknek az előadására, hanem sok eseményen is. Tudom, hogy ilyenkor karácsony környékén is vannak fellépések, akár a Kossuth téren is, gondolom idén is kit lesztek majd. Ha felkérést kapunk, és minden évben felkérést kapunk, úgyhogy remélhetőleg ebben az évben is láthatnak minket ott. Tehát tavalyi évben Kazár Tiziana ötlete alapján rendeztünk egy karácsonyi hangversenyt, amit eddig még soha ezelőtt, hogy ilyen nagy plénum elé tesszük. És akkora sikere volt, hogy úgy gondoltuk, hogy ezt a sorozatot mindenképpen folytatni kell, egy picit másképpen, mint tavaly, hogy mindig érdekesebb legyen, de úgy gondolom, hogy ennek az fél évnek az egyik nagy dobása az lesz, amikor karácsony előtt egy ilyen karácsonyváró hangversenyt fogunk rendezni. Na hát addig mi sokat beszélünk majd erről. Köszönjük szépen, Attila, hogy itt voltál, és szívből gratulálunk. Köszönjük az szépen. Elismeréshez. Mi pedig akkor most látogassunk el a Múzeumfaluba, ahol pásztorünnepet rendeztek.